Sziasztok! Ahogy látni, a 16. résznél vagyunk, és 4 darab minitippet szeretnék megosztani a KDN Live-val kapcsolatban. Miről lesz szó? Több processzoros feldolgozásra már képes a KDN Live, így bizony érdemes kihasználni, hiszen a renderelés lényegesen gyorsabb, mint egy processzor magon. Ha valakinek 2, 4, 8, 16 magja van, azért érdemes kihasználni, hiszen nem azért vettük az eszközöket, hogy a processzor magok pihenjenek, hanem jó lenne, ha egybe, gyorsan és hamar elvégeznék a munkájukat. A következő gondolat majd egy teljes mentés a projektnek lesz, amivel le tudunk menteni mindent egy helyre, ami a projekthez tartozik. A proxy fájloktól kezdve, amit a KDN Live használ, vagy pedig az InnoDonoid összeszedett, InnoDonoid behúzkodott a projektbe, képek, videók, egyebek egy folderba, egy mappába fognak bekerülni, és akkor későbbiek folyamán bármikor, bárhol elérhetőek lesznek. A következő gondolat egy nagyon fontos, és bevallom őszintén én most jöttem rá, hiszen egymás után vágtam videókat, hogy a KDN Live eléggé ügyesen azt csinálja, hogy nem takarít ki maga után, ennek természetesen megvan a saját oka, de nem takarítja ki a proxy fájlokat. Ezek nekem összejöttek 41 néhány gigabájtra, amíg után azon csodálkoztam, hogy a rendszer lemezen nincs elég hely, pedig általában a 40-50 gigabájtos szabad helyem megvan. Most aztán lecsökkent 14-re, ami eléggé kellemetlenül érintett, és akkor kezdtem el keresgélni, hogy ki ette meg az én tárhelyemet. Kitakarítunk a projektek után, amikor már azokra nem lesz szükség. Illetve még egy gyorsító, kényelmesítő megoldást mutatok, scriptesített feldolgozást, azaz egymás után be tudjuk állítani, ha több videót vágunk, hogy ne vágás, renderelés, vágás, renderelés legyen a feladat, hanem mindegyik videóról, projektről készít a gép. A KDN Live egy scriptet, és egymás után beállítjuk sorba, és ezek után majd, amikor éppen akarjuk, megnyomjuk a start gombot, és lerendereli, elkészíti nekünk azt a sok-sok videót, amit sorba állíthatunk. Ha készen vagyunk egy videóval, és úgy gondoljuk, hogy annak a vágó eszközeit, a klippeket, egyebeket, hanganyagot szeretnénk a későbbiekbe is használni, és van annak veszélye, hogy elfelejtjük, hogy erre szükség van, és beletörlünk az adott könyvtárokba, vagy esetleg ide-oda másolgatjuk, előfordulhat, hiszen videóvágás közben előfordul az, hogy letöltünk egy képet, ami a letöltés mappába landul, gyorsan behúzzuk a Project Binbe, és utána használjuk. Hát bizony időnként a letöltési mappát szoktuk rendezgetni, amire szükség van, amire nincs, azt törölgetjük, és így előfordul, hogy valami, ami ahhoz a kliphez, ahhoz a videóhoz szükséges, azt eltöröljük, vagy éppen elmásolgatjuk máshova. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni? Nyilván az egyik módszer az, hogy mindent egy helyen tárolunk, ami, valljuk be, igazából, ha folyamatosan dolgozunk, nem mindig sikerül, hiszen, ahogy mondtam, egy kép letöltés, betesz, bevág, és akkor már utána nem is nagyon törődünk vele, hiszen a videóban már ott van. De, hogyha éppen azt a klipet, azt a projektet újra előveszünk, és az a kép nincs ott, akkor hibát fog jelezni. Hogyan tudjuk megoldani? Kétféle mentéssel rendelkezik a KDN Live, az egyik az, amit már mutattam, rákattintunk a mentési gombra, és a projekt munkáját egy szövegfájba lementi. Ezt a klippet használom, itt vágom, ilyen effektet teszek bele, és bizony akkor ez majd későbbiekbe előhívható. Elindítható és újra használható. De, hogyha nincsenek meg ott a klippek, pontosan ott és pontosan olyan néven, ahol az eredeti állapotban volt, akkor elkezd siránkozni, hogy bocsi, az hiányzik, mit csináljak? Ennek a megakadályozására, ennek az elkerülésére nagyon jó megoldást találtak ki a KDN Live-os fiúk, úgy, hogy bizony az egész projektet archiválni tudjuk. Az archiválás természetesen a project, Archive Project menüpontba érhető el. Az első gondolat, hogy meg kell adni, hogy hova mentse, archiválja az adott projektet. Én megadom neki azt, amit előkészítettem, ment mappa, és az üres, és open. Minden projektnek érdemes egy saját mappát létrehozni, már előre, gyorsabb, és abba menteni. Mit tudunk megtenni? Le tudjuk tömöríteni
az egész projektet. Én ezt nem szoktam használni, mert a későbbiek folyamán én cippel és nem a targézével tömörítek. Egyszerű, szerintem kényelmesebb, és erre van egy script, ami lefogja nekem az összes meglévő mentési mappát tömöríteni. A másik gondolat, hogy mit mentsen? Mindent, vagy csak a proxy klippeket? A proxy klip egy olyan klip, amit hogyha megadjuk neki, akkor elkészít egy ideiglenes, lebutított, kisebb felbontású kép anyag, amivel gyorsabban fogunk tudni dolgozni. Ez jelenik meg a képen, ez jelenik meg vágás közben, és természetesen ezt időnként törölnünk is kell. Ha ezek a proxy klippeket letöröljük, és későbbiekben ezt a projektet előveszünk, akkor újra ezeket le kell generálni. Ez gyakorlatilag nem egy hosszú idő 1-5-10 perces klippeknél, de hogyha több 1 órás videóból vágsz össze valamit, akkor természetesen ez 5-10 percig is eltarthat, ez a saját gépemre mért adat. Így bizony a proxy klippek számomra fontosak, de nem szeretném, hogy csak ezt mentse, hanem az egész hóbelebancot, összes fájt. Azaz, nem tömörítek, és nem csak a proxikat szeretném lementeni. A következő lépés, hogy megnézze az ember, hogy nagyjából ugyanannyi videoklipet szeretne menteni, amennyit ő használ. Igen, az általában jól szokott működni, én megnézem, majd az archívum gombra nyomva egy idő után elvégzi a munkát. Vegyük figyelembe, hogy 14,4 GB, kinek mennyi. Hát másolásáról beszélünk, azaz, érdemes elgondolkodni azon, hogy nem egy perc alatt fog ez elkészülni. Közben nézzük is meg, hogy mi az, amit ő készít, miket írogat át. Megkeressük azt a mappát, amiben a mentést irányítottunk, ment, és látható, hogy alkönyvtárakat hoz létre, és ebbe bemásolja az adott proxy klippet, a hanganyagot szépen lassan, a videókat, és utána szépen, amikor végez, ezt a mappát tömöríteni tudom. Ki kell várni. És miután végzett, ez egy jó 10 perces munka volt, 14 giga átpiszkálása, a projekt archiválása sikeresen befejeződött, és becsukjuk. Ha kész van a videóvágás, kész vannak az effektek, azaz kész az a munka, amit mi nekünk kell elvégezni, akkor átadjuk a feladatot a KDN Live-nak, azaz renderelje le, készítse el a kész videónkat. Én jelen pillanatban nem akarok másra kitérni, csak egyetlen egy olyan funkcióra, ami nagyon kellemes a videó elkészítés a renderelés alatt. Ha egy processzor magot használok, az azt jelenti, hogy 3 óráig tart körülbelül egy-egy videó elkészítése, renderelése. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizony 3 óráig mennie kell a gépnek. Igazából ezt szerettem volna lerövidíteni. A KDN Live tudja az összes processzor magot használni, azaz meg tudom adni neki, hogy hány processzor magot használjon, és akkor gyorsabb lesz a videókészítés. Ez azt jelenti, hogy a 3 órás gép használat lecsökken egy olyan 30-40-50 percre. Ezek élő adatok, hiszen az utóbbi időben több egyforma videót készítettem, 1 órás videók, megfelelő mennyiségű hang és képi effektussal, az 3 óráig, 3 óra, 22 óra, 40-45 perces munkaidővel készültek, ami azt jelenti, hogy bizony, hogyha 40-50 perc alatt elkészül, akkor az egy kényelmes és jól hasznosítható időnyereség. Mit is kell tenni? Leképezés vagy renderelést elindítjuk, a projekt leképezése kiválasszuk, természetesen beállítjuk az összes olyan gondolatot, amit kell, milyen méretbe, milyen minőségbe, egyebet, erre nem akarok kitérni. A másik, az egyéb opciók között itt megadhatjuk, hogy hány szálon működjön. Nekem 4 processzor magom van, így bizony beállítottam a 3-at, de beállíthattam volna a 4-et is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek a processzormagok jó eséllyel 100%-os terheléssel működnek, azaz érdemes átgondolni azt a gondolatot, hogy ebbe a rövidített időbe nem használunk más egyéb erőforrás igényes eszközt a gépen, más programot nem futtatunk, hiszen az a célunk, hogy átadjuk az összes erőforrás a KDN Live-nak, hogy dolgozhasson. Így bizony én beszoktam állítani a 3 vagy 4 processzormagot, illetve
ide a paralel feldolgozás processing mellett a kis pipát beteszem, és utána elindítom a leképezés a fájba. Tehát nem változik semmi egyéb beállítás, csak én megadtam, hogy milyen mennyiségű processzor magot, illetve szállat használjon, illetve adtam az utasítást, hogy bizony párhuzamos feldolgozást is légy szíves végezni, igencsak felgyorsítja a lehetőségeket. Így le tudod csökkenteni a videó elkészítési időt, ami valljuk be nem egy túl izgalmas, hiszen egy csikocska fut szépen végig a kijelzőn, és várod, hogy elkészüljön a videó. Nyilván mindenki szeret videót vágni, hiszen azért csináljuk. Fut a renderelés, odáig hát igazából semmi attraktív munkát nem végzünk. Még egyszer ismétlem, a hatékonyság a gyorsabb munka miatt érdemes ezeket olyan időbe elvégezni, akkor renderelni, amikor nem akarjuk a gépet másra, vagy erős processzor használatú programokra használni. Így minden erőforrásat fel tudunk Így minden erőforrás a KDN Live-hoz rendelődik, és gyorsan és hatékonyan végzi el a munkát. A KDN Live, ahogy beszéltünk róla, létrehoz ideiglenes fájlokat, jellemzően a proxy klipeket. Ezek olyan klippek, amelyek a lebutított verziói azoknak a videóknak, amit te vágsz. Így gyorsabban meg tudja jeleníteni a nézőképeket, hiszen ezeket hívhatjuk akár bélyegképnek, akár nézőképnek. De a KDN nem fogja tudni, hogy te becsuksz egy projektet, akkor a későbbiek folyamán azt meg szeretné nyitni, és hát jó lenne, hogyha proxy klippek meg lennének, vagy nem. Hát bizony, a készítője úgy döntött, hogy ő nem kérdez rá, hogy azonnal törölje vagy nem, hanem egyszerűen azt mondja, hogy majd a te feladatod lesz, így bizony a KDN Live nem törli. Ahogy látni, nekem 14 gigára lecsökkent a merevlemezen a szabad hely, ez azt jelenti, hogy egy 50-40 gigabyte szokott lenni, 60, attól függ, hogy éppen milyen a gép állapota. Hát azért a 14 azért elég lájtos, hiszen esetleg hamar betelik, ha éppen valami egyebet töltök le, vagy éppen megint létrehozok egy KDN Live projektet jó nagy klippekkel. Hát hol találhatóak meg ezek a fájlok, és mit kellene vele csinálni? Kis kutakodás után rájöttem arra, hogy a saját könyvtárba, a VAR mappába, pont VAR, tehát rejtett mappa, almappába ott van egy olyan, hogy org KDN Live. Ebbe bemegyünk, és megkeressük, hogy melyik mappa az, amelyikbe olyan sok minden van. 42,9 GB feles adat van, hiszen ezeket a klippeket, ezeket a projekteket én már nem szeretném újra nyitogatni, azaz a Chase mappát üríteni kell. Két megoldás van, vagy fogod és kitörlöd, ellenjavalt. Tehát, ha lehet, ne azt csináljuk, hogy kikapunk egy-egy almappát az adott program alól, hanem tegyük azt, hogy hivatalos a program által elkészített fájlokat, a program által adott lehetőségekkel próbáljuk törölni. Persze van, amelyikben nincs ilyen lehetőség. Rákattintunk, megnyitjuk a KDN Live-ot, és hol találjuk? Itt, ezen a gombon rákattintunk, és menedzse Chase Data. Hát bizony, ez egy egyszerű dolog. Megjelenik a Chase, azaz azoknak a adatoknak, átmeneti adatoknak a kezelője, amelyikeket a KDN saját maga hozhatta létre. Két füle van az adott projekt, tehát nem kell az összes projekt összes fáját egybe kitörölni, tehát az kellemetlen lenni, hanem az adott projektnek a Chase-ét, az adott project fájlokat, proxy fájlokat ki tudod törölni. Az első gondolat, hogy töröljük ki a 4-es videónak, éppen készítendő videóimnak az ilyen ideiglenes fájljait. Látható, 1, 2, 3, 4 féle verzió van, amiből válaszhatsz, hogy mit szeretnél kitörölni. Én úgy gondolom, hogy az összeset, a proxy klippeket is, az audio előnézetet, a videó előnézetet, kis képecskéket egybe szeretném törölni. Így bizony, erre kattintok, rákattintok, és majd ki fogja törölni. A másik fülön az összes elérhető eszköz, amit ő ideiglenesen létrehozott, akármi. Tehát jellemzően inkább a proxy klipekről beszélünk, azok a nagyok, azokat tudod kiválogatni, szépen rákattintasz, megnézed, hogy mekkora,
kategóriák vannak, vagy akár az egyes fájlokat egyesével ki tudod törölni, itt kírja annak a méretét. Én úgy gondolom, hogy a proxy klippeket szeretném, és delete, és folytatás, és ő szépen megcsinálja. Majd a maradékot is szeretném kitörölni, ezt azért csináltam így, hogy megmutassam, hogy egybe is sok mindent ki lehet, kontrollalval kijelölöd, és akkor megmondja, hogy 974,6 meg a marad, és delete, és folytatás, és eltűnik, és utána, ami éppen maradt, azok maradtak, az összesen a 42,9, úgy emlékszem, akkor a méretből 129,9 kilobajt maradt meg. Azaz, ezek az ideiglenes fájlok, amiket éppen most használunk. Oké, be is csukhatjuk, tiszta a gépünk. Így fölszabadítottam 41 néhány gigabájtot a gépemről, de azt vegyük észre, hogy ére szépen kiírta, hogy az előnézet, meg egyebek, azok eltűntek. Erre figyeljünk, nagyon figyeljünk, hiszen csak olyan munkafájlokat, olyan ideiglenes fájlokat, proxy fájlokat töröljünk, mert biztosan nincs a későbbiekben szükség. Én úgy gondolom, hogy a legkényelmesebb az, ha először csinálunk egy mentést, már megmutattam, illetve utána pedig egy törlést. Így el tudjuk dönteni a későbbiek folyamán, hogy az adott mentést visszaállítjuk, illetve használjuk-e azt, vagy nem. Ha pedig nem szeretnénk használni, akkor az adott mentési alkönyvtárat ki tudjuk törölni. Biztos, ami biztos, természetesen a KDNL-t megtette, amire utasítottuk, de azért nézzük meg, hogy a Chase mappánk mekkorára ment össze. Látható, hogy 701 néhány megabájt lett összességében, ami azt jelenti számunkra, hogy bizony felszabadult egy csomó 42-43 gigabájt helyünk, így bizony újra termelhetünk és újra tudunk dolgozni. Nagyon sokszor van úgy, hogy vágok egy videót, majd nem szeretném lerenderelni, hanem a következőt, következőt és következőt is megvágnám, és jó lenne, hogyha egybe egyszerre lerenderelni az összes videót a gép. Miért? Mert így egymás után tudok dolgozni, majd egy gép szabad időben, vagy amikor én nem akarom használni a gépet, azaz éjszaka, lerenderelni az összes videót, és köszönöm szépen, reggelre ott van a kész, elkészített videóim, amelyeket szét tudom osztani. Mi a következő gondolat? Hát bizony, ezt a KDN Live készítői is így gondolják, azaz adnak lehetőséget arra, hogy bizony egybe dolgoztassuk fel az összes projektünket, az összes videót egybe készítessük el. Hogyan is történik? Hát természetesen ugyanott kell elindítani a projektet, megnyitom, vágok, készen vagyok, és utána a leképezést elindítom, leképezés. A megszokott helyen, a megszokott módon beállítunk mindent. Ugyanúgy, mint hogyha ezt a gombot, hogy leképezés fájba használnánk. Majd úgy gondoljuk, hogy hát bizony egymás után jó lenne beállítani ezeket, akkor nem fájba képezzük le ezt az adott videót, hogy most elkezdjen renderelni és lefoglalja a gép erőforrásainak nagy részét egy órára, két órára, három órára, hanem azt mondjuk, hogy csinálj magadnak egy scriptet, és amikor ezt a scriptet mi elindítjuk, akkor légy szíves használni a gépemet, igazából mást fogok tenni, jellemzően éjszakai programnak adom meg, a gép dolgozik, én alszok. Így bizony semmi egyéb feladatunk nincs, mint rákattintunk a script létrehozására, adunk neki egy nevet, és leokézzuk. Oké, ennyi, és nem történik semmi, nem indul el a renderelés, hanem látszólag semmi se történik, pedig megnézzük parancsfájlok között, a scriptek között, be van 1, 2 és 3 már állítva, majd amikor végzek a munkával, itt hagyom a gépet, megnyomom a parancsfáj indítását, és bizony el fog indulni 1, 2, 3, 4, 5 egymás után, amennyibe van állítva. Így egybe, különösebb zökkenő nélkül, kipróbáltam, nem volt vele zökkenő, megcsinálja adott jelen pillanatban 3 videót arra, amire én fel fogok ébredni. Ha véletlenül mégiscsak úgy gondolod, hogy nem szeretnéd, azt, hogy az az adott videó elkészüljön, hanem más gondolsz, rákattintasz, és természetesen a parancsfáj törlésére
lehet kattintani, és akkor azt kiveszi. Hát nyilvánvalóan én most nem veszem ki, hiszen ezeket elkészítéssel már beállítottam. Ennyi, bezárom, utána nyithatok meg egy újabb projektet, vághatok, nem kell semmi egyébbel törődnöm, ezt magának eltárolta, nem kell a projekteket egymás után megnyitni és lerenderelhetni, úgy, ahogy szoktuk, hanem egyszerűen a parancsfájl elindításával, a scriptek elindításával, majd meg fogja csinálni a gép számunkra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó videóvágást kívánok, sziasztok!